Egész pici voltam, amikor megismertem. Rögtön nagyon megszerettem. Pedig ez ritkán történik velem még. Az igazi gyönyörűség tudnék az volt, hogy én a zenét nem nagyon értem, nem tudok beszélni róla, nem tudok magyarázni, élvezni is. Ő előtte csak Mozartotban ott tudtam, de nem többet. Na most vele nem csak az orgonazenét szerettem meg, hanem megszerettem azt, ami ritkán van az embernek. Azt tudnélik, hogy az ember rendkívül boldog és örül az életnek, ha a zenéjét hallgatja. Szóval, hogy egy magasabb szintre viszi az embert. Hogy az ember itt van az életben, és azt érzi, hogy ez örökké tart, és hogy ez nagyon édes. Pedig az élet nem tart örökké, és nem is nagyon édes. Kőbányán születtem, egy olyan pesti kerületben, amely egészen a mai napig egyfajta előítéletnek a súlya alatt él, hihetetlen épületekkel büszkélkedhetett. Kőbánya közepének a legmeghatározóbb pontja a Szent László templom, hatalmas Lechner által tervezett porcelán csodapalota, amelynek a tornya magasságban a Mátyás templomival vetekedik. És nagyjából Kőbányának az akkori századfordulós építészetét ehhez szabták hozzá. Volt Kőbányának egy azóta már lerombolt, egészen elképesztően szép úri kaszinója, csodálatos faburkolat volt mindenhol, vörös bársonydrapéria. Egészen pici gyerekként én egy ideig balettozni is tanultam, és oda jártunk ebbe a kaszinóba balettozni. Az én apai nagyapám közvetlenül valamikor a századforduló utáni évtizedben érkezett Magyarországra, rögtön nyitott egy boltot, ami később már szinte ilyen áruházzá nőtte ki magát. Valójában az én személyiségem ennek a két embernek a személyiségéből áll. Nagyanyám állandóan szerelmes volt, igazi nagyvilági hölgy volt. Verseket írt, novellákat. Egy ilyen állandóan lobogó, egy nagyon nagy szellemnek a kisugárzását mutató lélek volt. Nagyapám ezzel szemben pedig egy nagyon tisztes, nagyon becsületes, olyan igazi, múlt századi úriember. És tulajdonképpen az ő kapcsolatuk azért volt nagyon példamutató számomra, mert az, hogy a kispolgár elviseli a bohém zsenit, ez egy olyan alapképlet, ami szinte elengedhetetlen feltétele, előfeltétele az együttélésnek. De arra soha senki nem gondolt, hogy milyen lehet a bohém zseninek elviselni a szürkeségnek, a kiszámíthatóságnak azt a meleg ágyát, amiben a nagyapám élt. És mégis az ő házasságukon vettem a leginkább észre, hogy igenis hosszú távon, évtizedeken keresztül is külön békét lehet kötni. Ezzel szemben az anyai oldal nálam egy roppant aranyos és borzalmasan egyszerű nagymamából állt. Nem is láttam még senkit, sem előtte, sem azóta sem, aki olyan problémamentesen és olyan nyugodtan tudott szeretni bárkit is, mint ő. Mert lehet problémásan is szeretni embereket, lehet a konfliktus állandó érzésével és éreztetésével, és lehet azzal a hihetetlen egyszerű, őzikeszelő szelídséggel, ahogy a nagymamám szerette a körülötte álló embereket. Én még soha nem találkoztam senkivel, akiből annyira hiányoztak volna az előítéletek, mint belőle. A magyar léleknek egyik legfurcsább sajátossága, hogy fél az idegentől, és amikor már nagyon fél, akkor egy kicsit el is kezdi gyűlölni. És talán emiatt a nagymamám miatt belőlem ez mindig hiányzott. Egy életen keresztül nem csinált mást, mint vagy templomba járt, vagy otthon hímezte a kalocsai kézimunkákat. És éppen olyan csöndesen halt meg, mint ahogy élt. Ha vannak emberek, akik már életükben angyalokká alakulnak, akkor biztos, hogy ő angyal lett. A régi Dréher kastélyból csináltak egy óvodát valamikor az 50-es években, és ez nem kivételezett gyerekek óvodája volt, hanem tényleg a kerület oda járt. 3 csodálatos nagy úszómedencénk volt, a kastélynak a belső berendezése szinte érintetlenül megmaradt a háború óta, tehát mi az ebédlőben tényleg ilyen hatalmas nagy angol faberakásos ebédlő bútorok között ebédelhetünk. Mi mindannyian, akik oda jártunk reggelenként, tulajdonképpen úgy érezhetük magunkat, mint hogyha herceg gyerekek lennénk. Ennek ellenére én nem nagyon szerettem, azt hiszem, a közösségi vagy társasági életet. Nem szerettem, mert minden egyes pillanatot, amit ott töltöttem az óvodában, nem is beszélve később az iskoláról, a saját személyes szabadságom legszörnyűbb megsértésének tartottam. Nem azért, mert nem szerettem volna a többieket. Szerettem őket, csak már akkor kiütközött belőlem, ami azóta szinte teljes mértékben elhatalmasodott rajtam, hogy én naponta 2-3 jó napokon, esetleg 4 órán keresztül vagyok szociális. Utána engem le kell kapcsolni, és be kell dugni a konnektorba, és akkor újra föltöltöm. Legkevésbé a délutáni alvással tudtam megbarátkozni. Tényleg úgy éreztem, mint hogyha minden délután engem egy kicsit a halálba küldtek volna, és hát természetesen mit csinál ilyenkor egy gyerek? Elkezdi lázítani a saját környezetét. Az akkori óvodavezető ultimátumot adott a szüleimnek, hogy vagy teljesen eltávolítanak az óvodából, és akkor onnantól fogva otthon ricsajozzak, vagy pedig apukám minden délbe eljön értem és elvisz. Úgyhogy aztán délutánonként a nagypapám vigyázott általában rám. Apa, még azt szeretném tőled megkérdezni, hogy nőnek a gyerek? Mikor meg bolyások, miből nőnek? Hogy nőnek? Miből nő ki? Hát amikor nagyon kicsi a kisgyerek, akkor az anyukája még tejet ad neki. Nem azt kérdezek. Hát? Azt, hogy a kórházban, amikor bent van, akkor csontnő előbb, egyik olyan kis valamiből csontnő, aztán egy gyerek nő belőle. Nem. Ne? Hát az úgy van, kisfiam, hát majd nagyobb lesz, akkor elmesélem, most még kicsike vagy el. Azt ide, nem meg a puci. De most mire vagy kíváncsi? Mire vagyok kíváncsi, hogy erre, hogy tudjam, mert erre már nagyon... Hogy miből nő föl egy kisgyerek? Hogy nő föl? Hát úgy, hogy bemegy az anyuka a kórházba, De akkor még egészen kicsi egy ilyen, miből nő föl egy gyerek? Valami csontféleségből, vagy mitől? Hát kisfiam, majd ha nagyobb leszel, akkor meg hát inkább most mondom, akkor is kíváncsi vagy. Jaj, de kíváncsi Miska vagy. Na. Hát kisfiam, az anyuka bemegy a kórházba, és akkor ott a kórházban megszületik a kisgyerek, akkor még egészen picike. Hát nem ezt kérdezem. Hát mit kérdezed? Nem tudod megérteni azt. Mondjad. Akkor azt, hogy valami csontféleségből nem egyelek. Na, hogy? Hát anyuka bemegy a kórházba, és akkor ott születik meg a gyerek. De valami csontféleségből. Valami csontféleségből. Hát csontféleségből, persze. A ilyen kicsi is adta meg nő, és sok nő, aztán nő belőle. Kisfiam, tegnap beszélgettünk arról, emlékszel-e, hogyan lesz a tojás? Emlékszel? Na, úgy lesz a tojás, hogy a tyúk, anyó, az szépen kitolja, tudod? De hasában növeszti. A hastában növeszti, és akkor kitolja. Na hát ugyanúgy lesz a kisgyerek is. Anyuka bemegy a kórházba, és akkor benne a kórházba, utána a hasában van a kisgyerek, és akkor kijön belőle, és akkor lesz a kisbaba. Az ő édesanyja áldott állapotban eljött hozzám, kétségbeesve, mert valami történt, és az orvosok azt tanácsolták neki, hogy ezt a terhességet meg kell szakítani. Na most én különböző vizsgálatok alapján biztos voltam benne, hogy nem történt semmi baj a magzattal, és hogy ezt a kisbabát meg lehet szülni. Megszületett. Szavér. Nagyon büszke vagyok rá. Ugye, hogy van néhány ezer gyerek, akiről azt szokták mondani, hogy cejzelgyerek, Szavér is cejzelgyerek.